Az lesz a film, hogy a Gergőnek a tavaly előtti Hogyan szavaz érvénytelenül videóját fogjuk megismételni. Ezúttal a csirkével, és ezúttal arról fog szólni, hogy hogyan szavaz érvényesen. Ezt forgatjuk most, eddig elmosta az eső a forgatást, úgyhogy teljes káosz van. Közben a Dóri készíti az anyagot Tatabányán, remélem, hogy őket nem most el az eső. Tatabányán vagyunk, a főtéren, és hamarosan kezdetét veszi a Béla műhelynek a performance-a. Különböző egyedi készítésű hangszereken fognak játszani, amiben részt vehetnek az érdeklődők is. Főleg, ha az ember ütőhangszeres, de egyébként is a zenész, akkor nagyon sok mindent kipróbál. Működik a vegetatív idegrendszer, mindenre ráütsz, és akkor találsz hangokat. És akkor ami megtetszik, azon azt megnézed, hogy ez így hogyan elkészíthető, vagy mi ez az anyag. My name is Anton. Mm-hmm. I'm call me food freak. I'm Fuji, I make art with food. What we're doing now is we will make nitrogen ice cream and a burning palenka, and we will make one cocktail for it. What we try is to make an ice cream which will change the taste in your mouth. Ide jött egy hölgy, aki ételt keresett rajtunk, mert elvileg neki azt mondták a hajléktalan szállat, hogy mi most itt ételt fogunk osztani. Ha már így alakult, akkor meg is tesszük, mert itt várnak egy páran ételt. Nagyon örülök, mert erre pályáztam, ami most történik, éppen most is. Szóval azért ezt az NK-hoz beadni, nem hiszem, hogy túl sok keresnivalónk lenne egy NK-s pályázatban. Erre, amit itt csinálunk, zuhogó esőben hozzá kell tennem. Azért választottam Tatabányát, mert úgy hallottam, hogy rengeteg itt a természet feletti dolog. Itt ugye a turul is, meg ott van a távolban egy ilyen világokat összekötő fa. És szerettem volna, hogyha ezek a természet feletti lények így megmutatják magukat és nem rejtőznek tovább. Amit a kétfarkú tud, azt mai napság más nem tudja, tehát a kétfarkúra érdemes szavazni, érdemes odafigyelni, mert egy olyan alternatívát nyújtanak, amitől ilyen szabad felszabadulások működnek, mint amiket itt láttunk és látunk most is. Nem néznének rájuk furcsán, hogy tudom, hogy ilyen szárnyaik vannak, vagy ilyesmi, vagy mondjuk valakinek két farka van, mert az tök normális dolognak kéne, hogy legyen. Good thing when a group of people try to do with very small amount of money something which is necessary for a country, and this is what really is necessary in Hungary. I'm a foreigner, I love to be here, but it's necessary that this kind of actions are being done to wake up people, and it's a lot of fun to do it. Oxytocin rakétát lőttünk ki a rózsadombról, aztán elmentünk a parlamenthez meglátogatni a kedves rendőröket, akik igazoltatni akartak minket. Általános igazoltatás volt. Általános volt? Olyan nincsen, ugye vettétek? Na, megmondtuk neki. Ugye vettétek? Figyelj, nekünk jogi tanácsadás jött rögtön a Cilitől. Facebookon keresztül. Igen. És megmondtuk neki, hogy olyan nincs. De hogy vettétek közben a felvételen, ott van, hogy általános hát, igazoltatás. Na, ez a baj, hogy nem bírtam rávenni egyik ember, csak egy kamera volt, hogy nyugodtan vegyék föl. Hát ez hogy még ez nem elég. Kell egy kicsit bátorodni. Sokan kérdeztétek, hogy hogyan kell úgy érvényesen szavazni, hogy azt ne lehessen érvénytelenné csalni. Érvénytelen például, hogyha a pirszolal szavaztok, az is érvénytelen, hogyha matricával szavaztok. Az is érvénytelen, hogyha magyaróval szavaztok, vagy bármilyen más ételre, például sóval, borssal, paprikával, hagymával, tojással. Az is érvénytelen, hogyha pénzzel szavaztok. Vagy hogyha pénzért szavaztok. Vagy hogyha oxitocin rakétával szavaztok. Vagy hogyha... Az is
fontos, hogy ne párhuzamos vonalakkal szavazzatok, mert azok csak a végteremben találkoznak, pedig a szavazófülkében kéne, hogy találkozzanak. Mindegy, hogy csík, vagy vonal, vagy egyenes, a lényeg az, hogy legyen merőleges! És nézzük, hogy meg többen. Ötten, lássuk!